Autofókusz. Fókuszban az autók. Mi csak a lényegre koncentrálunk. Minden, amit a járművekről, közlekedésről, autósportról tudni érdemes. Autofókusz. Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Autofókusz, minden, ami az autózásról szól, a Spirit FM 87.6-on, Gajdos Tamást hallják, a műsorvezető szerkesztőt. Nos, mai műsorunkban több érdekes témáról is fogunk beszélgetni, elsőként a hét, illetve a hétvége autós érdekességéről, autósportos szenzációjáról beszélünk majd. Szabó Tünde, dr. Szabó Tünde államtitkár asszonnyal hamarosan telefonos interjút fogok készíteni, illetve fogják hallani az ő véleményét a mai sajtótájékoztató után. Tudtuk meg tőle, hogy milyen részletekre számíthatunk, tehát az ERC futamon, ami óriási lehetőség, óriási nagy esemény a magyar autósport számára, Nyíregyháza Rally tehát most november 8-9-10-én, ezen a hétvégén, ezzel kapcsolatban kérdezem mindjárt dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkárasszonyt. Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkárasszonnyal beszélgetünk a mai sajtótájékoztatóról, melynek témája egy hétvégi fontos sportesemény volt. Kezi csókolom, államtitkárasszony, kérdezhetem erről az eseményről, hol történt ez most, ha minden igaz, akkor lokálpatriótaként valahol a keleti ország részben van, ugye? Igen, természetesen szülővárosomban köszönhettem ezt az eseményt, hiszen bemutathattuk a Rally Európa bajnokságnak a résztvevő országait, valamint, hogy milyen útvonalon fog haladni a verseny ezen futama. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy Nyíregyházán egy ilyen és ekkora világeseményt köszönhetünk. Pénteken kezdődik, és szombat-vasárnap zajlik, tehát egy háromnapos nemzetközi eseményről van szó, amit már az itteniek nagyon vártak, hiszen az elmúlt évben egy tesztversenyt rendeztünk Nyíregyházán, és akkor a Nemzetközi Szövetségtől is eljöttek, és a promóterek is ott voltak megnézni a helyszínt, hogy alkalmasak vagyunk-e, úgymond erre a nagy esemény megrendezésére, úgyhogy akkor már döntöttek is arról, hogy igen, ebben az évben, és jövő évre is megkaptuk a rendezési jogot. A kormány pedig egészen 23-ig biztosítja azt a támogatást, hogy itt legyen megrendezésre, kerüljön egy ekkora sportesemény. Ez tehát a Nyíregyháza Rally az ERC futama, tehát az Európai Rally Bajnokság, tehát Rally Európa Bajnokság magyarországi futamai. Nem egy csekély megtiszteltetés. Egyébként sokan panaszkodnak ott a keleti országrészben lakók, hogy mint a méltánytalanul, hát ha nem is ellennek feledve, de kevesebb sportesemény jut oda. Nos, a technikai sportok terén nincsen nagyon elmaradás, mert ugye a rendezvény első napján éppen a nyitó helyszín az ugye a Rabócsi Ring lesz ott Nyíregyháza közelében. És nagyon sok eseményt rendeznek, ugye Mária Pócson is, és pont ez adta azt az ötletet, hogy itt Kelet-Magyarországon mindig is nagyon erős volt az automotorsport és a technikai sportágak, nagyon népszerűek, és nagyon sok versenyző indult el erről a régióról és régióból, tehát nagyon fontos volt, hogy igen, itt nagyon szeretik a sportszerető közönség az automotorsportot is, hozzunk még többet, még nagyobb eseményt ide. Ugye Rally Európa bajnokság még itt nem volt, az országban volt, a 2000-es évek elején rendeztünk Európa bajnokságot, azután megszűnt, úgyhogy most a rally sportnak egy nagy ünnepét köszönhetjük ezen a hétvégén. Hát ez egy óriási dolog egyébként, a Rabócsi Ring ugye a helyszín, ott Mária Pócson volt szerencsém többször is ott megjelenni, mert hogy a Rallycross bajnokság eseményét a helyszínen kommentálom, hát egy valódi aréna hangulat, egy csodálatos stadion feeling van ott, ugye az lesz a prológnak a helyszíne pénteken, mi a vélemény erről a helyszínről egyébként? Nagyon szeretem, szerintem mi ott találkoztunk is igen, már. Igen. Nagyon tényleg látszik az, hogy mennyire sportszeretőek ugye a befektetők, az ott élők, és a környéket is vonza.
És éppen ez adta azt az ötletet, hogy Kelet-Magyarországot még jobban fejlesztük, még jobban erősítsük meg ezen szándékával, hogy még több automotorsport eseményt tudjunk hozni a régióba, és hamarosan reméljük elindul az a fejlesztés is, amit a kormány kitűzött maga elé, hogy az automotorsportnak egy központját alkossa meg itt Kelet-Magyarországon, és Nyíregyházának adta azt a jogosultságot, hogy vizsgálja meg, hogy melyik az a terület, ahol egy automotorsport fejlesztést is el tudunk indítani, több pályából fog állni, és ezáltal már a Pulcsot is, a Rabócsi ringet is tudjuk erősíteni, hiszen azt, hogyha Kelet-Magyarország valamelyik pontja erősödik, akkor az magával vonza az egész automotorsport szakágat, hiszen nagyon sok szakágból tevődik össze maga az autó és motorsport, úgyhogy szeretnénk ezt még jobban a jövőben erősíteni, és Kelet-Magyarországot egy régió központtá tenni az automotorsportnak. Államtitkár asszony, köszönöm szépen ezt a megtisztelő feladatot, vagy ezt a lehetőséget, hogy ezt ránk bízta, és én azt hiszem, hogy talán először hivatalosan ilyen formában, én úgy tudom, talán most hangzik el, hogy ténylegesen, ugye ez már szájhagyomány útján terjedt, hogy vannak ilyen tervek, de hogy ezek szerint, tehát Nyíregyházán lesz egy a Rabócsi ringitől kicsit más jellegű autós, motoros stadion. Az esetleg egyébként alkalmas lesz a stadion, hát inkább egy Hungaroringihez hasonló pálya, nem is a nagyméretű, de mindenképpen nagyobb, mint a Rabócsi ring. Ez azt is jelenti, hogy ott esetleg a motorkerékpáros eseményekre is alkalmas lesz, vagy erről mit lehet tudni, milyen műszaki paraméterekkel rendelkezik majd ez a létesítmény? Természetesen az előző döntés alapján ugye meg kell vizsgálni, hogy milyen szakágak fogunk helyszínt adni és biztosítani. Több pályából fogjuk megtervezni ezt a létesítményt, hogy több szakág kapjon otthont benne. Ugye meg kell nézni országosan is, hogy melyik terület milyen szakágnak biztosít már most otthont, és itt Kelet-Magyarországon mi az, ami hiányzik, és mit tudunk kiszolgálni. Ugye az nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és a környéke milyen vonzás körzete van a különböző országokból. Ugye nem kell bemutatni a környékben lévő országokat, hogy ők is mennyire automotorsport barátok, és milyen Európa bajnokok vannak a környező országokban. És hogyha van egy multifunkcionális sportaréna, már pedig ez a szándékunk, hogy több szakágnak adjunk otthont, akkor nem csak a hazai versenyzők és a csapatok tudják ezt használni, hanem ki fogják használni a környékbeli országok is. És éppen ezért, hogyha van egy olyan központunk, hogyha a régiót nézzük, többféle szakágatat kiszolgálva, akkor helyszínt tudunk adni bármelyiknek. Így a motorsportnak is, és az autósportnak is. Ez nagyszerű valóban, mert én is tapasztaltam ott a rallycross bajnoki futamokon is, amelyek nyílt nemzetközi versenyek, hogy Romániából különösen sokan jönnek át, szurkolók is egyébként, de versenyzők is, és mindenképpen ez az ország egyensúlyát valóban az autós technikai sportok lefedettségét tekintve segít majd megvalósítani. Ugye Budapest, illetve Mogyoród ugye a központ, ugye a Hungaroring, de van egy Pannonia ringünk, ugye Ostfiasszonyfa, az Nyugat-Magyarország, hát keletre pont jól jön egy ilyen multifunkcionális technikai sport létesítmény. Nagyon és rendkívül népszerű és látvány elemekkel van megáldva ugye az automotorsport, és azt sem szabad elfelejteni, hogy milyen gazdasági hatásokat generál, akár Kelet-Magyarországra is, és ez is egy óriási pozitív hatása az automotorsportnak, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a jövőben nem csak egyéni és látványcsapat sportágak legnagyobb eseményét hozzuk hazánkba, hanem az automotorsport, a technikai sportágakat is, hiszen minden sportágat érint a technikai fejlesztés, mert pedig rendkívül gyorsan és dinamikusan fejlődik a sport maga, hát még akkor az automotorsport, és hogyha valaki szereti ezt a közeget, a technikai sportokat, akkor bizony nagyon-nagyon fogja szeretni ezt a tervet is, és akár hogyha tudunk hozni hazánkba még több nagy esemény, akkor maga az utánpótlása is a technikai sportágoknak is még nagyobb fejlesztés alatt fog állni. Úgyhogy ez is egy fő indoka. Persze a turisztikai látványelemek, a gazdaság, ott népszerűsítések.
mellett, diplomáciai értékek mellett ez is nagyon fontos lesz. Államtitkár asszony, nagyon szépen köszönöm az értékes információkat, tehát kedves hallgatóink is hallhatták, talán most először ilyen hivatalos formában is, hogy készül egy motorsport aréna Nyíregyháza közelében, és az aktualitása a beszélgetésünknek ugye az volt, amihez gratulálunk egyrészt államtitkár asszonynak, hiszen nem kis lobby tevékenysége volt abban, gondolom, hogy ott Nyíregyházán jön létre ez a létesítmény, egyrészt másrészt ez az Európa bajnoki futam, vagy ERC futam. A Nyíregyháza rali, tehát ami a hétvégén kerül megrendezésre, pénteki kezdéssel a Rabócsiringen, és vasárnap majd Nyíregyháza, illetve az Emplén környékén is kőröznek majd az autók. Nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Tünde államtitkár asszonynak, hogy vállalta a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. Na hát örömmel hallottuk az államtitkár asszonytól ezeket a jó híreket, tehát hogy a magyar rali sportnak egyrészt egy újabb fellegvára van kibontakozóban, és a magyar motorsportnak és autósportnak egy új fellegvára lesz, tehát Nyíregyházán. Hát ezzel kapcsolatban részben, hogy milyen jelentés jövőt sejtett ez, másrészt, hogy milyen volt ez a múltban 10-20-30-40 évvel ezelőtt, beszélgetünk egy régi motorossal, régi autóssal, régi rallissal, így mondanám, talán nem sértődik meg Ördög Mixi barátom, akivel volt már olyan is, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy egy pályán autóztunk, én még csak a másodosztályban ugyan, ilyen kis Suzuki rally kupában, viszont tehát nagy klasszikusként ugye az összes régi nagy autót volt alkalmat próbálni, és talán van is egy néhány darab még neked ilyen muzeális tárgyként otthon, nem tudom mennyire járóképesek, mesélj erről nekünk, Mixi Léces. Először is tehát nem csak mint rally barátot és sportbarátot, hanem mint kollégát is mutatlak be, hiszen egy remek rally magazint szerkesztesz és vezetsz egy szentendrei rádióban. Ilyen minőségedben is kérem a véleményedet a rally sport mai magyarországi helyzetéről, a múltról, jelenről, jövőről, milyen volt az annak idején Ferjáncékkal együtt autózni, meg ilyesmi. Most megnyom a gombot, én magam részéről hátadőlök, és hallgatunk téged. Gyere közelebb a mikrofonhoz, légy szíves. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ez egy nagyszerű rádió, csak az lehet, hogyha te csinálod. Köszönöm szépen. És örömmel emlékszem vissza arra, amikor még tényleg együtt mentünk, és megpróbálok rábeszélni, hogy versenyezzél újra, bár tudom, hogy ilyen veterán versenyeken azért csak indulsz. Hát mondjuk, hogy oldtimer eseményekre meghívtak, meg ugye rallycross eseményeken kommentálom a helyszínen dolgokat, meg autós műsorokat csinálok, így ennek kapcsán van némi kis közöm még az autósporthoz, de ugye ezt annak idén talán Érdi Tibi, én tőle láttam, de lehet, hogy más is eljátszottam ezt, sajnos a hallgatók nem látják, amikor ugye a két ujjamat összedörzsöm, és azt mondom, hogy hát ebbe a szezonban tudod, kedveském, barátom, ebbe a szezonban nem volt kedvem indulni, és így összedörzsölte jelentőség teljesen a két ujját, tehát ugye az autósport, mint tudjuk, minden technikai sport ugye pénzről szól, illetve rengeteg időről, amiből még kevesebb van, mint pénzből nekem legalábbis, és hát ugye az egy komoly egész hétvégeket ölel fel, ugye most ez az esemény is, amiről beszélünk, egy háromnapos rally esemény, és hát gyakorlatilag minden rally esemény háromnapos, és még előtte egy-két napot el kell menni, ugye pályát felírni, stb. Na mesélj ezekről, először is mikor kezdted, és akkor induljunk el a kájától. Hát annak én 1975-ben 17 évesen kezdtem el versenyezni, és jelen pillanatban is csinálom, most már 44 éve, nem bírom abba hagyni. Talán ez a legnagyobb dolog, hogy ugyan finanszírozni soha nem tudtam, de az a nagy dolog, hogy ennyi pénzből még mindig itt vagyok. Tehát egyáltalán egy pályán tudsz lenni, igen. Ha nem is mindig a csúcsautóval, de azért ott vagy. Hát igen, 29 éve van meg az öreg Escort XR3i, egy 84-es gyártmány. Hála Istennek tökéletesen működik, nincs vele gond. Nagyon szeretem csinálni. Visszatérve erre a versenyre, a Nyírség rallik azok elképesztően jó versenyek voltak mindig, nagyszerű helyszíneken, dacára, hogy tényleg a Budapesttől elég messze van, de olyan gyönyörű helyeken autóztunk. Akkoriban még egy hét volt egy-egy verseny, egy hetet edzettünk, és utána hétvégén jött a verseny mindig, és akkor még lehetett versenyautóval is tréningezni. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát ritkásabb volt a forgalom, nyilván nem volt olyan balesetveszélyes, mint manapság lenne. Hát igen, meg azért vigyáztunk egymásra, tényleg jó volt, ez nem volt ezzel gond. Most egyébként tényleg már maximum ilyen 4 napos egy verseny, 1 nap maradt csak a pálya bejárásra, ami szerintem rendkívül kevés. Ugyanakkor a gyorsasági szakaszok táva, a távja az megnőtt. Maga a versenyek most már nem 1000 kilométeresek, mint régen, hanem csak ilyen maximum 600 kilométeresek, de az is ember próbálóan. Hát mert ugye egy dolog az, hogy egy nap kell mondjuk 4-5-6-8 idő
hogy mondják, ezt etap gyorsaságit futni, ami mondjuk 5-10 perc, de hát közte ugye órákig tart az etap, míg átmegyünk egyik helyszínről a másikra. Egyébként most is nem tudom, tudod, hogy a nyíregyházi és környéki szép helyeken túl, ugye a Zemplén lankáira is eltéved a vezőny majd, hogy oda téved, nem ők nem tévednek, hanem pontosan az itiner szerint haladnak majd, és hát ott meg aztán különösen gyönyörű helyek vannak, ott Regéc és az egyéb romantikus várkastélyok környékén. Fantasztikus környék egyébként, tényleg csak szép emlékeket tudok felidézni arról a környékről, és biztos vagyok benne, hogy a rendezők is ki fognak tenni magukért, hiszen ez nagyon ritka dolog, hogy ilyen komoly rendezvény legyen a hazai rallisportban. Hát, hogy ERC, mert ugye ERC futamás minősítették, igen. Tehát nagy nemzetközi mezőny is lesz benne, természetesen magyarokkal, már úgy értem, hogy a csúcs kategóriában is, ugye ott lesz Herczig Norbi, aki hát most már évek óta próbálkozik az ERC-ben, és időnként a jelzőben egy-egy futamokat ment, de most először egy teljes szezont fut, és hát remélhetőleg jó eredménnyel és a hazai rajongók örömére fog majd teljesíteni. Egyébként, ha már az ő neve szóba került, az ő neve és az ő fia neve kapcsán kötnék át arra a nyitó helyszínre, ugye a Rabó Csilingre, ahol pénteken lesz a prológ, hogy az ő kisfiacskája, már 16 éves Patrik, ugye Herczig Patrik, ezt nyilatkozta, és Norbi korábban itt volt nálunk néhány hete vendég, hogy nagyon büszke a srácra. Ugye rallycrossban most 16 évesen nyerte a magyar bajnokságot az éves összetettben, ami nem csekéség, az STC 1600-as kategóriában, egy Skoda Fábiával, ha minden igaz, ugye most idén már Norbi nem Fábiával megy, hanem a Pólóval, ami hát gyakorlatilag ugyanaz a technikai alap, ugyanaz a koncern, ugye. De a visszatérve tehát Herczig Norbi fiára, Patrikra és a rallycrossra és a Rabó Csiringre, tehát ott lesz a prológ, ami egy nagyon sajátos, újszerű kezdeményezés, nem tudom, hogy mennyire volt ennek előzménye, milyenek voltak korábban, talán Miskolcon emlékszem, hogy voltak hasonlók, amikor a salakmotoros pályán voltak ilyen paralel, tehát kétszemélyes futamok, időmérők, vagy nem is tudom. Igen, ott egymással szembe indultunk el, és három kört kellett menni. Én egyszer sikerült egy külön díjat összeszedni ott, mert véletlenül 4 kört mentem, és így aztán kaptam egy serleget, mint a salakpálya ördöge címmel. Miért, hogy Ördög Miklós, ugye neved, ez nagyon jó, Ördög Mixi, ugye inkább így ismernek még többen. Szóval az érdekes ez, hogy inkább most a klasszikus évvégi bajnokok tornája című ilyen rally show-ra emlékeztet, amit talán a Eurosport szokott közvetíteni, ahol tényleg nagy világnagyságok ilyen, hát két pálya, ami egymásban ölte, valahol keresztedik egymást, valami hídon, vagy valamilyen módon, nem is tudom, hogy oldják majd meg, de biztos nagyon látványos lesz a Rabó Csiringen. És az is hoztam szóba egyrészt, mert az a nyitó futam napja, az egész kora délutántól már pénteken nagyon komoly látványos események lesznek, felvezetés, rallycross bemutató, és azt hiszem 4-5 órától, tehát már villanyfényes, látványos stadion hangulatban, aréna feeling lesz, ahogy majd a nagymenők jönnek szépen sorba, és aztán szombaton és vasárnap Nyíregyháza környékét az Zemplénben már klasszikus rallypályákon folytatódik a verseny, de még egy szót a rallycrossról, és az autódról, amit említettél, hogy egy közel 30 éves Ford Escortod van, nos, most már harmadik éve van alkalmam a helyszínen kommentálni a rallycross bajnoki futamokat, leginkább ott a Rabó Csiringen, és egy hasonló autó, de erős is meg, vagy cáfold meg, hogy Kottán Petinek az autója hasonló kategória, az az évjárat lett, mint a tiéd, mert ő is már több mint 30 éve rallycrossozik, és az autója is szerintem a kezdeti évekből való. Ő előtte minivel ment, és csak utána ment át az Escortra, de neki egy Escort Cosworth-ja van, ami közel 400 lóerő, tehát azért elég nagy, és jóval azért legalább 15-20 évvel fiatalabb, mint az én autóm. Meg kell mondjam, hogy az egyik legnagyobb tehetségnek tartom a hazai autósportba Kotán Pétert. Hát igen, sajnos, hogy mert igen, tehetség, de már mondják, hogy a kornak nincsen nagy jelentősége a technikai sportokban, de hát ez a baj, hogy örök tehetség maradt ő is, mert hát most már nem tudom, talán 50 körül jár, nem öreg legény, még nem lehet mondani, de hát ugye a nagy lehetőséget nem kapta meg, vagy nem találták meg valahogy olyan szponzorok, vagy olyan csapatok, akikkel hát kiemelkedhetett volna még itt a közép-európai, vagy európai mezőnyből is, mert a tehetsége, ahogy mondod, megvan, meg lett volna. És sokan mások vannak itt. Tényleg, hogy látod most ezt,
Én a rallit nem annyira a rallycross-t látom, inkább közelebbről, ott nagyon sok a gokártból is átjött fiatal, sőt, hát most már ott Suzuki junior kupában kis Suzukikkal 10-12 éves gyerekek is elkezdhetnek versenyezni biztonságos körülmények között. Rengeteg tehetség van, és nevelkedett is ki már a junior kupába 2-3-4 évi tapasztalattal, most már többek között Herczig Patrik is ott kezdte. Sok magyar tehetség, hogy látod a rallisport, rally tehetségek, általában az autóversenyző tehetségek magyarországi helyzetét, és miben látod a jövő felé vezető, sikeresebb jövő felé vezető utat? Hát egy biztos, hogy fantasztikus tehetségek vannak most is, mint ahogy régen, tehát azt kell mondjam, hogy nem csak úszás tekintetében vagyunk nagy hatalom, hanem igenis a rally sportban és a hozzá kapcsolódó egyéb szakágakban, de meg kell mondjam, hogy itt a fiatalok közül ki kell emeljem Zauer Gergőt, ő egy mohácsi fiú, elképesztő tehetség. Ralliban megy, igen. Úgy igaz, hogy évente körülbelül 2 autót kukára tesz, de ettől függetlenül elképesztő jól vezet, és hála Istennek a szponzorok mellé álltak. Na, ez nagyszerű, ez remek dolog egyébként, tényleg. Még ha már most a jelenről és a jövőről és a fiatalokról beszélünk, egy picit ugorjunk vissza így a beszélgetés utolsó 2 percére, mert lassan lejár majd a műsoridőnk, a múltba. Tehát említetted, hogy a 70-es évek közepén kezdtél ralizni, ez a Ferjánc féle időszak, ugye ő is akkor kezdte, az a legendás Wartburggal Rückwärtsben teljesítjük a szalompályát című jelent az egyetemi rakparton. Milyen emlékeid vannak egyrészt Ferjánc Attiláról, másrészt azokról az időkről? Hát Ferjánc Attilára úgy néztünk mindannyian, mint egy istenre annak idején. Azt kell mondjam, hogy torony magasan kiemelkedett a tehetségével, és ami nagyon nagy dolog, hogy ő meg tudta teremteni a rávalót mindig. Litkei Farkas szokta mondani, hogy nem az a jó vitorlás versenyző, aki jól vitorlázik, hanem aki meg tudja rá teremteni a rávalót. Ez az autósportra is abszolút így van. Egyébként visszatérve erre a nyílségrallira, azt kell mondjam, hogy történelmet írunk már megint. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű verseny lesz. Na hát ez akár lehetne végszó is, de még egy mondatot azért szálljunk Ferjánc Attilának és az ő Renault-s korszakának. Igen, mert hogy emlékszem, ő talán az R5-ös Gordinivel, az ott az első komoly autója, aztán jött az R12-es, sőt még R8-as is volt. Igen, a farmotoros, ugye, ami a régi Dacia-k ősértő, az R12-es, tehát aztán a Dacia később. Ezekről egy picit mesélj már nekem, hogy az hogy volt az, és hát milyen legendák övezik azt az időszakot. Hát először is óriási élmény volt, hogy Ferjánc Attilával, ha nem is tudtunk ugye versenyre kelni, de legalább a tréningen együtt tréningezhettünk, együtt bondázhattunk, elképesztő jó fej volt, és nagyon-nagyon hiányzik, még bőven itt lehetne. Csodálatos autói voltak, rettenetesen jól felkészítette az autóit, Léhi Sándorral a szervizesével együtt, sajnos ő se él már, de olyan csodálatos autókkal jött, Renault Alpine például, a Renault 12-es Gordini, a 17-es Gordini, és utána az Audi, és a végén egy Renault Megane kitkárral versenyzett. Nem csak az autók voltak jók, ő is egy igazi legenda volt. És hát akkor beszélhetnénk legendás Mitfarerről, navigátorról, és Tandari volt, azt hiszem, Ferjánc Tandari, ugye ez volt a klasszikus páros, de mindenféleképpen, ugye a rally, hát ez egy külön fejezetet megérdemel, és lehet, hogy legközelebbi adásban, vagy egy következő adásban majd fogunk erről is beszélgetni, most már sajnos a beszélgetés vége fele járunk, hogy milyen nagy jelentősége van a rally sportban, amit vár ennek a navigátornak, aki ugye a felírt itiner szerint visszaolvassa a kanyarokat, és gyakorlatilag, ha nem is becsukott szemmel, de hogyha jól összedolgoznak, vagy jó párost alkotnak a kormánynál ülő versenyzővel, akkor csodákra képesek, mert én szerintem elsőre, tényleg becsüld meg, hogy milyen, hány százalék lehet, hogy vakon elsőre valaki ismeretlenül megy egy pályán, meg legalább egy felírt és úgy visszamondott pályán megy. Hát először is én szerintem a navigátor szerepe az eredményben legalább 70%. A pilóta vakon megy, arra autózik, amit hall a navigátortól. Ezért rendkívül fontos a szerepe, ha így gondolod, én szerintem. Igen, hát majdnem egészen biztos így. Magam is tapasztaltam, már hát lényegesen csekélyebb tempónál, mint
az egykori meg a mai nagyságok, akiket tehát a hétvégén Nyíregyháza környékén és az Emplénben is láthatnak, mindenek előtt november 8-án, pénteken, délután 3-tól már Mária Pócson, a Rabócsi ringen. Hát tulajdonképpen ez volt a beszélgetésünk, lényeg, hogy kicsit felvezessük ezt a történelmi eseményt, tehát újra ERC futam Európa legjobb versenyzői itt Magyarországon a hétvégén, tessék erre koncentrálni, piros betűs ünnepként kezelni ezt a hétvégét. És aztán majd a jövő héten, meg az utáni hetekben megbeszélgetjük a verseny tanulságait a résztvevőkkel, esetleg a közönség tagjaival is, és próbálunk előre tekinteni a következő szezonra, mert ezzel a versenyen gyakorlatilag vége is az idei rali szezonnak, viszont a műsorunknak is, de a műsorok sorának még nincsen vége, jövő héten is természetesen ugyanúgy az időben jelentkezünk, tehát Autó Fókusz a Spirit FM 87.6-on, és ezzel megköszönöm Ördög Miklósnak, alias Ördög Mixinek ezt a beszélgetést, amiben még nem is ejtettünk szót arról, hogy milyen fantasztikus régi rali verseny autó gyűjteményed van neked. Szerintem erre még szánunk majd egy hosszasabb beszélgetést legközelebb, és akkor végigvesszük. Kár, hogy itt látni nem lehet az autókat a rádióban, de majd körülírjuk megfelelő módon, hogy milyen csodáid is vannak neked otthon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen. A kötelező biztosítási szezon, ugye most van a biztosításváltás, vagy a megújításnak az időszaka, erről beszélgetünk egy biztosítási szakértővel, tehát maradjanak továbbra is velünk, az Autofókusz folytatódik még itt a Spirit FM 87.6-on. Autofókusz. Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on. Ilyenkor évvége fele, pontosabban már novemberben rendszerint az autósok ráköszönt a pánik hangulat, hogy úristen, mi van a kötelező felelősség biztosításommal, mennyit fog ez emelkedni, nem kéne váltani, és egyáltalán. Szóval most van itt a szezonja annak, hogy arról beszélgessünk, hogy milyen biztosítást érdemes kötni, hogyan érdemes odafigyelni a kötelező biztosításunkra. És hát azt gondoltam, hogy ezügyben nem egy bizonyos biztosító társasághoz mennék el, legyen az bármelyik, hanem inkább egy független biztosítási alkuszt hallgatok meg arról, a kedves hallgatóknak is gondolom ezzel teljesebb körű tájékoztatást tudunk adni, hogy milyen kínálat van most a hazai piacon, egyáltalán beszélhetünk-e kínálati piacról, és ez jó-e a magyar autósoknak, vagy pedig hát állandóan rettegnünk kell az emelkedő áraktól. Úgyhogy ezügyben most Nagylaki Rihárddal beszélgetek, a biztosítástakarok.hu Kft. Tulajdonos szakmai vezetőjével, aki hát eléggé képben van ebben a témakörben, lehet mondani, jó néhány évtizede már ezzel a dologgal foglalkozik. Így van, Rihárd? Így van, üdvözlöm a hallgatókat. Hát egy olyan 20-25 éves tapasztalat van mögöttünk. Mennyit változott ez alatt az idő alatt egyébként a biztosítási piac? Mert én valamikor, hát az már inkább 3 évtized ezelőtt volt, foglalkoztam biztosításokkal, de akkor még úgy volt, hogy minden cégnek egy volt vagy kettő, a saját üzletkötői köre. Manapság ez már egy kicsit másképpen néz ki, gondolom. Így van, ma már a biztosítók nem foglalkoznak üzleti csapattal, sokkal könnyebb nekik, hogyha alkuszokkal kötnek szerződést. Ez egyébként nem csak a biztosítóknak jó, hanem az ügyfeleknek is, hiszen egy alkusz cég ingyenes tevékenységet végez, legalábbis majdnem mindenki ezzel így van. Tehát a biztosítóktól kapjátok a jutalékot, az ár, és ott jelenik meg. Egy pillanatra csak azt tisztázok mindjárt ezt a szót, hogy alkusz, ez sokak számára esetleg félrevezetőre, tehát nem arról van szó, hogy ti alkudoztok, illetve részben igen, mert a különböző biztosítási társaságok között a legkedvezőbb árakat, ajánlatokat próbáljátok kiválasztani az ügyfél érdekében, ugye? Így van, tehát nem alkudozunk, a biztosítók megjelentetik a tarifájukat, most éppen 13 biztosító működik a piacon, aki kötelező biztosítást köthet, és ezt a 13 biztosítót összehasonlítjuk egy bizonyos táblázatban, számítógépen keresztül, ugyanis sajnos, mivel ugye újságban megjelenik ez a 13 biztosító, de egy biztosító társaság tarifáját kiszámolni körülbelül fél óra lehet. Az egyéni adottság függvényében, hogy vidéki, pesti, nő, férfi, hány éves az ember, ugye? 30-40 fajta kedvezmény van, nem mindegy hol lakik, nem mindegy hány kilovattos az autó. Na, hány éves az autó? Egyébként ez miért van? Tehát ez a kockázati tényezők miatt? Tehát, hogy más egy fiatal embernek, vagy egy idősebbnek, vagy a jogosítványkorától függ? Így van, a kárhányadok adják meg ezeket a dolgokat. Egyszerűen kiszámolják a biztosítók, hogy hol a legnagyobb a kárhányad, és azokat emelik föl a következő megjelenésüktől. Tehát valójában ez az ő szemszögükből logikus, aki a legkisebb, legkevesebb kárt okozza, annak a legkedvezőbb a díja.
Na, és akkor nézzük már meg ezt egy érdekes, hogy közbevetőleg aztán végigmegyünk persze szakmailag minden lehetséges kérdésen, de ez engem érdekel, hogy tényleg ki most a legveszélyesebb, vagy hogy mondják ezt, a legnagyobb kockázati tényezőt jelentő vezető, nő, férfi, fiatal, öreg, pesti, vidéki? Hát természetesen sajnos a női vezetők egyrésztről, másrésztről a fiatalok. Tehát, de bocsáss meg, miért természetesen? Mert azt gondoltam volna, hogy miközben azt mondjuk, hogy hú, a nők nem vezetnek olyan jól, ugyanakkor azt mondják, hogy ők sokkal óvatosabbak, és a vagánykodó fiatalok leginkább a sok száz lóerős autókkal több kárt okozhatnak. Egyébként ez is igaz, tehát ebben is van igazság, hogy a vagánykodó fiatal. De sajnos a legtöbb nő azért félve ül be autót vezetni, keveset vezet. És bevonza a bajt. És mivel ugye keveset vezet, ezért nem szerez elég rutint. Ettől függetlenül természetesen tisztelt a kivételnek, nagyon sok jó női vezető van, és van ugyanúgy férfiak között is, főleg ugye talán az idősebbek között, főleg a hétvégi autósoknak nevezett férfi a kategória között, akik azért nagyon ritkán ülnek be, és sajnos így nem szereznek rutint, ezért elég sok kárt okoznak, de visszatérve, ami nagyon fontos, hogy a fiatalokat azért elég megpodíjazzák a biztosítók, tehát inkább a fiatalok a legfontosabbak, és talán utána jön a nők, és aztán az idősebbek. De hogyha egy fiatal ember is 1-2-3-5 év során, vagy ezek ilyen hosszú időszakon keresztül balesetmentesen vezet, az jelent számára valami kedvező árat a továbbiakban? Igen, hiszen ugye van ez a bónuszrendszer, ugye minden évben, ha kármentesek vagyunk, akkor egy bónuszfokozatot felléphetünk. Jelen állás szerint ugye a B10-es kategória a legmagasabb kategória, egy kategória 5% kedvezmény, tehát valójában egy 50%-os kedvezményt is el lehet érni, tehát ha valaki mondjuk 10 éve vezet kármentesen, akkor már a legmagasabb kategóriába kerülhet. Plusz bizonyos biztosítók adnak kedvezményt, még kármentes kedvezményt, tehát akár egy 3-4 év utáni kármentes vezetés után is kaphatunk egy ilyen kedvezményt. Ez jó tudni egyébként a kedves hallgatóknak is, tehát aki autózik, nem csak azért jó, ha figyel a vezetésre, és hogy ne törjön össze sok más autót, ugye ez a másnak okozott kára vonatkozik a felelősségbiztosítás, hogy ne legyen ebből gondja, hanem mert hogy hosszú távon olcsóbb lesz akkor a kötelezője. Így van pontosan, tehát nem csak az, hogy kármentesen vezetett, hanem még plusz kedvezményt kap azért, mert esetleg úgy vezetett kármentesen, hogy mondjuk volt lehet egy bónusz 5-6-os fokozata, de esetleg okozott egy kárt, akkor visszasoroljuk kettővel. Innentől kezdve elvesztette a kármentes kedvezményt, viszont utána újra visszajöhet ugyanúgy B10-be, de már ezt a kármentességet sajnos nem tudja igazolni. Na ez jó, ez a másik kérdés, amit akartam feltenni, kérdéskör, hogy sokan azt gondolják, hogy hát van kötelező, nagy dolog, összetörtem valakit, fizeti a biztosító. Tehát megúsztam gyakorlatilag, ezért fizetem a biztosítási díjat, ami részben igaz, de ugye kellemetlen tapasztalat az, hogy aztán koppan az ember, mikor látja, hogy következő évben drágább lesz a biztosítása. Mikor, miért és milyen mértékben? Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye minden év végén, ugye az évfordulónál lehet ugye biztosítót váltani, és egyben akkor lehet ugye megtudni, hogy az adott biztosítóm milyen jövő évi díjat adott nekem. Ebben ugye látható, hogy ha kárt okoztam, akkor mennyivel emelkedik a díjam. Egyrészről a bónuszfokozatom ugye személygépkocsiknál 2-vel, tehergépkocsiknál 1 fokozattal visszaesik, és bizony, ha kárt okoztam, ezt a kármentesség kedvezményt el fogom veszíteni. Innentől kezdve nagyon-nagyon magasra is felszökhet, akár duplájára a biztosítási díjam, ilyennel naponta találkozunk. Nagyon egyszerű, hát meg kell nézni az összes biztosítót, és meg kell próbálni ugye kiválasztani egy kedvezőbbet, ami azért sikerülni fog, de az is egy jelentős emelkedés. Ez kell egy jó biztosítási alkusz, hogy ez megmondja nekünk, hogy az adott helyzetben melyik biztosító a legjobb csatlakozni. Így van, hiszen egy biztosítási alkusz egy 5 perces számolás alapján az összes biztosítónak mindenét ki tudja számolni. Egyébként visszatérve még egy mondattal, azért van egy olyan lehetősége mindenkinek, ez a törvény, hogy a káreseménye után kap a biztosítójától egy levelet, hogy mennyi kárt fizetett ki az ellenfélnek a biztosítója, és ha ezt a kárösszeget befizeti, akkor évvégén nem fog sérülni a bónusza, nem veszíti el a kármentességét, és maradhat továbbra is olcsó a kötelezője, csak hát ugye ezek súlyos tízezrek, hát akár százezres milliós nagyságrend is lehet, amit természetesen kevés ember vállal be. Beszéltünk itt már a 400-ados múltjáról a biztosítástakarok.hu Kft.-nek, hát ennek során gondolom sok-sok minden változott, többek között lehet mondani, azt most már, hogy
több hullámban letisztult a hazai biztosítási piac, tehát voltak itt azért, hát nem mondanám, nem minősítem, hogy szélhámos cégek, de sok olyan cég, ahol voltak problémák, és ők azért kihullottak a rostán, most már úgy beállt a normális rend? Igen, igen, ez elmondható. Most ugye 13 biztosító jelenik meg kötelező biztosításra a piacon. Itt ugye mindenkinek felügyeleti engedélye van, a Magyar Nemzeti Bank kőkeményen ellenőriz mindenkit, akár negyedéves jelentések vannak, tehát ez most már azért hosszú évek óta nem szokott probléma történni ezzel, tehát ez viszonylag most jó. Nincsenek is már a nagyon feltűnően alacsony árak, tehát kedvező árakkal manipulál biztosítók, akik aztán nem biztos, hogy tudnak fizetni? Szerintem nincsenek, tehát van olyan egy-két kisebb biztosító, aki főleg kötelező biztosítást köt, de az is rendben van teljesen, tehát itt nyugodtan bármelyik biztosítót ki lehet választani a 13 biztosítóból. Mégis mi legyen az az alapvető szempont, mondjuk, ha valaki netán esetleg a jó tanácsunk ellenére mégsem egy alkus céghez fordul, hanem maga próbál közvetlen biztosítást kötni, egyébként nem is tudom, lehet ilyet csinálni? Elvileg lehet, tehát minden... Mi legyen a szempont, ami szerint biztosítót választ? Igen, tehát minden biztosítónak van azért ugye egy internetes lapja, amire fel lehet menni, akár online ott meg lehet kötni egy kötelező biztosítást, sőt, telefonon keresztül is, hogyha valaki nem tud hozzájutni számítógéphez, vagy nincs internet hozzáférése, telefonon keresztül is, egy call centeren keresztül lekérik az összes adatát, és megmondják a biztosítási díjat, és akár telefonon keresztül meg lehet kötni, csak hát ugye az a probléma, hogy akkor 13 biztosítót kéne fölhívni, vagy 13 biztosítónak kéne felmenni a honlapjára, hogy tökéletes információt kapjunk a díjakról, míg egy alkusz cég az ugye ezt mindezt 4-5 perc alatt megteszi, akár személyesen, akár telefonon keresztül, akár. Ez csak a gyakorlatból, a negyed évszázados gyakorlatból fakad, vagy vannak olyan programjaitok, amelyek előválogatják tulajdonképpen egy adott ügyfél számára a kedvező biztosítót, vagy csak az ár számít? Hát egy kötelező biztosításról beszélünk, valószínűleg az emberek többségénél csak az ár számít, de egyébként ez nem teljesen így van, hiszen gondoljunk bele, hogy ugye a saját biztosítónkkal azért több dolog lehet, amit el kell végeznünk, akár csak ha tegyük fel, nem kapunk egy számlát vagy egy csekket, akkor el kell menni hozzájuk, vagy kell esetleg nem külföldre utazunk, egy nemzetközi zöldkártyára van szükségünk, vagy akár egy balesetben mondjuk az ellenfélnek nincsen biztosítása, akkor a saját biztosítóhoz kell fordulni, akár ők veszik fel a kárt egy szívességi kárfelmérésen keresztül, tehát magyarán ügyintézési dolgunk van a saját biztosítónkkal, tehát azért, ha lehet, akkor inkább olyat válasszon az ember, ahol nem csak az ár számít, hanem azért a megfelelő nagyság, vagy esetleg egy kedvező tapasztalat, mert van ott egy másik biztosításunk, vagy esetleg, ha volt már káreseményünk, azt jól kifizették, tehát magyarán jobb azért egy korrektebb, nagyobb biztosítót választani, de ez egy kötelező biztosítás, tehát valójában, ha csak kiválasztjuk a legolcsóbbat, annak is rendben kell, hogy legyen mindene. Ha hozzám hasonlóan nem ebben az évszázadban jogosítványukat megszerző kedves hallgatók talán emlékeznek arra, amikor annak idén a Hungária biztosító telephely előtt hosszan kígyózó sorok voltak, már kora reggel a kárbejelentésre, ugye vártunk órákat, napokat sokszor. Ez mennyiben változott, tehát ma már elébe mennek a biztosítók az ügyfélnek, hogy történik a kárszakértés, kárfelmérés, mennyivel jobb a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt? Igen, sokkal jobb a helyzet. Hát ugye most egy nagyon friss hír, hogy a Mabis csinált egy e-kárbejelentés.hu oldalt, ahol mind a 13 biztosító jelen van, ami azt jelenti, hogy akár egy Android, akár iPhone alkalmazásra rendelkező telefonnal a helyszínen nem kell kitölteni ezt a híres kék-sárga kárbejelentőt, hanem telefonos alkalmazáson keresztül, telefonon keresztül lehet akár csatolni dokumentumokat, fényképet készíteni, vagy egy forgalmit telefonnal lefotózni és föltölteni, illetve be lehet jelenteni a kárt, és innentől kezdve körülbelül egy két napon belül az ügyintézés elindul, ami azt jelenti, hogy egy kárszakértő fel fog minket hívni, és elindul a kárrendezés, tehát magyarán ez egy sokkal gyorsabb, sokkal kedvezőbb, mindenkinek sokkal jobb. Persze ez még most indul, tehát itt még el kell tennie sok-sok akár évnek, mire itt mindenki éppen van nála a telefon, mert hát ugye azért sok idősnek nincs telefonja, vagy éppen az alkalmazás is rendben van, vagy a telefonja rendben van. Illetve az is fontos, hogy egyébként ha csak egy telefon, tehát a két ember ugye ütközik, vagy két autó ütközik, akkor elég egy telefonnal is bejelenteni, tehát nem kell mind a kettőnek telefonnal rendelkeznie. Ezen gyorsan be lehet jelenteni a károkat.
most ettől a most bevezetése kerülő e-rendszertől eltekintve, vagy ettől független is már a hagyományos az alapellátásban is benne van az, hogy kijön az én biztosító társaságom kárszakértője akár a lakásomra, és ott nézi meg az autót? Hát ugye ebben az esetben, hogyha a két autó ütközik, akkor nem, hiszen nekem az ellenfél biztosítójához kell mennem, tehát nem a saját biztosítómhoz, hogyha ugye mind a kettőnknek van kötelező biztosítása. Én is bejelenthetem a kárt természetesen a saját biztosítómnál, sőt, akár még kötelességem is ez, de nekem az én részemről ugye az a fontos, hogy az ellenfél kötelezőihez jelentsem be, mert onnan tehát ő fog nekem fizetni, vagy a javítónak, ahova beviszem az autót javítani. De ők kijönnek személyesen akár a lakásunkra? Természetesen, tehát magyarán minden biztosító vagy a saját kárszakértő csapata, vagy külsős céggel szerződésben áll, van ilyen Dekra Kft., Autotál Kft., tehát több ilyen céggel dolgoznak, ők kijönnek akár a lakásomra felvenni a kárt, vagy elmennek egy javítóba, tehát ezt én el tudom dönteni, hogy elviszem egy javítóba, és számlásra megjavítom az autót, vagy akár kijön hozzám, felveszik a kárt, és én kérek egy készpénzes kárrendezést, és majd én megoldom a kapott készpénzből az autóm javítását. Mi az a helyzet, most azért egyre csúszósabbak az utak, ugye esik az eső, jönnek majd a fagyok, a balesetek ilyenkor ugye megszaporodnak, főleg a karácsonyi csúcsforgalomban. Mi az a szintje az ütközéseknek, ugye jellemzően sok ilyen kis koccanás van, pár százezer fontos sérülések, de sokszor vitás helyzet van. Ha nincs személyi sérülés, mi az a szintje a sérülésnek, a kárnak, amikor már esetleg rendőrt is kell hívni, vagy szükséges megvárni a helyszínen az autókat el nem mozdítva a helyszíni szemlét, vagy mi az, amikor nem érdemes föltartani a forgalmat, és félreállhatunk nyugodtan ennek, hogy bármilyen következmény, kellemetlen következmény lenne? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ebből sok vita van. Egy biztos, hogy ha a két fél megegyezik, akkor elvileg nem kell rendőrt hívni, hiszen akkor vagy egy kék-sárga bejelentőt, vagy ezt az új kárbejelentő.hu rendszeren keresztül be lehet jelenteni a kárt, és nem lesz vita. De hát ugye sokszor van az, hogy vita van, ott mindenképpen rendőrt kell hívni, vagy hát lehet, hogy nincs biztosítása, sajnos ilyen is van, a biztosítási piacon körülbelül egy 10%-nak még mindig nincs biztosítás. Kötelező is. Így van, kötelező biztosítás, és így járnak a forgalomba. Az elvileg pedig kizárók, nem? Tehát a rendőr is elveheti a jogosítványt. Például megkivonhatják az autót a forgalomból, ettől függetlenül mégis van ilyen, hogyha pont egy ilyennel ütközünk, akkor megint csak rendőrt kell hívni, vagy esetleg egy külföldi rendszámú autóval ütközünk, megint csak rendőrt kell hívni, tehát azért elég sok esetben rendőrt kell hívni, de hogyha tényleg a két fél megegyezik, és minden rendben, akkor félre lehet állni, ki lehet tölteni a kárbejelentőket, akár így, akár úgy, és az ügy az rendeződni fog, és minden tiszta. Na most már nagyjából a kárrendezéssel kapcsolatban is egész sok részletet megtudtunk, most kanyaruljunk vissza az elejére, ami az aktualitása a beszélgetésünknek, ugye november van, a kötelező felelősségbiztosítás, biztosító váltások vagy megújításoknak az időszaka. Pontosan milyen dátumhoz, milyen kötelezettség, lehetőség kötődik november 1-ével, december 31-ével, és még sorolhatnám a dátumokat. Igen, nagyon fontos tudni, most ugye annak van biztosítási évfordulója, aki 2010. január 1 előtt vette a gépjárművét, magyarán már legalább egy ugye 9-10 stb. Éves autója van. Ennek a csoportnak... Bocsás, ugye, meg az autókora, vagy a nálam léte, tehát a forgalmi kora? Az adásvétel dátuma számít, tehát amikor én vettem az autót, a tulajdonomba került, az autónak a kora nem, ebben az esetben nem számít, maximum néha egy biztosítónál a kötelező díjban számít az autókora, de ebben az esetben az adásvétel dátuma, hogy mikor került az én tulajdonomba, ez számít. Ha 2010. január 1 előtt, akkor most van az évfordulom, ami azt jelenti, hogy december 31.00 óráig van a mostani biztosítómnál élő kötelezőm. Ez a biztosító egyébként a napokban meg kell, hogy küldje az új biztosítási időszakra vonatkozó díját, és akkor én eldönthetem lehetőség szerint egy Alkusz cégen keresztül, hogy váltok vagy nem váltok. És a többiekkel mi a helyzet? Igen, a többiekkel pedig az a helyzet, még bocsánat, egy fontos, hogy december 1 évfélig kell egyébként fölmondani a biztosításokat ebben az esetben, tehát akinek december 31 az évfordulója, annak december 1. Tehát még egy hónapban november van, november 30-at vegyük inkább. November 30, igen, hivatalos törvények december 1 évfélig. Nagyon fontos, el kell juttatni a biztosítóhoz a felmondást, többféleképpen történhet, akár egy levélben ajánlottan, akár egy faxon,
akár személyesen, de mindenképpen írásban föl kell mondani, tehát az, hogy én betelefonálok egy biztosítónak, hogy köszönöm szépen, már nem tartok önökre igényt, ilyen nincs, tehát írásban. Természetesen az Alkusz cégeknél ez könnyebben működik, hiszen ha bejön hozzánk valaki, mi azonnal a felmondást is, az új kötést is, mindent elintézünk egy 2-3 perc alatt, tehát nem kell a ügyfélnek bemenni egy biztosítós sem, hogy írásban felmondani, mi ezt elintézzük helyette. Mi a helyzet az év közben kötött biztosításokkal, azoknak az évfordulója mikor van? Így van, tehát aki 2010. január 1 után vásárolt az autóját, annak az az évfordulója pontosan az a nap, amikor vásárolt ezt az autót, tehát ha éppen június 15-én vásárolt ezt az autót, akkor neki ugye június 15 az évfordulója, és elkezdünk visszaszámolni, tehát 30 nappal előtte, azaz május 15-ig el kell juttatni a biztosítóba a felmondást, és az előtti 30 napba, tehát április 15 és május 15 között kell neki biztosítót váltani, a biztosítót néznie, akkor fogja megkapni a biztosítójától a indexértesítőjét, és akkor tud váltani. Ez egy lehetőség vagy kötelezettség? Tehát ők most novemberben, decemberben nem tehetnek semmit? Nem tehetnek semmit, tehát őnekik, tehát mindenki akkor válthat, amikor az évfordulója van, ez egy törvénybe van vésve, tehát ha jó alkuszékhez fordulunk, akkor ők előfordulhat, hogy megkérjük, hogy figyelmeztessenek esetleg erre. Természetesen az alkusz cégeknek ez ugye több szolgáltatása van, ez is egy szolgáltatása, hogy ugye felhívja az ügyfelet ugye 60 nappal az évfordulóját, és közli vele, hogy na most jön az évfordulód, és akkor mi mit tudunk ajánlani, át tudjuk kötni, nem tudjuk átkötni, van-e értelme, nincs értelme. Ugye azért a biztosítóknak küldenie kéne minden biztosítónak egy levelet az évforduló előtt, ugye 60 nappal, hogy mi lesz, de ugye sokszor van olyan, hogy valahogy nem ér oda az a levél bármilyen oknál fogva. Egy alkusz cégnél, ha kötötte a kötelezőt, az az alkusz cég jelentkezni fog időben, és el fogja mondani, hogy érdemes vagy nem érdemes váltani. A végére adjuk a csattanót, ami az újságban sokféle hír megjelent, meg a különböző médiákban. Áremelési tendencia van-e vagy sem, verseny van a piacon, és emiatt számíthatunk esetleg kedvezőbb árakra, mi most a személyes tapasztalatotok a biztosítástakarok.hu alkusz cégnél. Igen, soha nem olcsóbb a kötelező, ezt elmondhatjuk, tehát általában mindig drágább. A mostani számítások szerint egy jó 15%-kal emelkedett a biztosításoknak a díja, de azért az is elmondható, hogy hozzánk vagy egy olyan 10-12 ezer nagy számú ügyfélkörre rendelkezünk, azért majdnem mindenkinek tudunk kedvezőbb díjat, olcsóbb díjat ajánlani. Tehát általában, hogyha nem a legjobb helyen van, azért 5-10 ezer forintot is tudunk éves szinten spórolni. Úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy forduljon alkusz céghez, és nézze meg a kötelező biztosítását, mert tényleg 5-10-20 ezer forintokat lehet spórolni, amit bármi másra el lehet költeni a mai világban. Legyen ez a végszó, remek csattanó volt. Nagylak Rihárdnak, a biztosítástakarok.hu Kft. Tulajdonos szakmai vezetőinek köszönöm a segítséget, és hát a nézőknek, a hallgatóknak pedig, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, hiszen az Autó Fókusz, mint tudják, itt a Spirit FM 87.6-on mindenről szól, ami az autókkal, az autózással kapcsolatos. Ezzel búcsúzik a mai műsor szerkesztője, műsorvezetője Gajdos Tamás. A viszontlátásra legközelebb. Ez volt az Autó Fókusz. Gajdos Tamás műsora a Spirit FM 87.6-on.